Ahogy lett a miniszterhelyettes? Tehát ugye a helyzet az, hogy én 89. december 15-én lettem igazságügyi miniszterhelyettes, ez akkor volt, amikor Kinényi Gézával alkotmánybíró lett. És ebben az időpontban előtte már volt egy beszélgetés, most történelmi anekdóta, a Szófia étterem volt a parlament oldalában, ott a Kossuth téren, ahol Antal Józseffel és Horváth Balázsral ebédeltünk együtt, és ott merült föl, Antal József mondta, hogy ha ez a MDF kerül kormányra, akkor azt szeretné, hogy az ilyen igazságügyi minisztériumnak én legyek a közigazgatási államtitkára. Majd ezt követően Kulcsár Kálmán pár nappal később hívott, hogy akkor ő meg most akkor fölkérne engem igazságügyi miniszter helyettesként, akkor fölhívtam Antalt, hogy akkor most mi csináljak egy ilyen helyzetbe, mire mondta, hogy nyugodtan vállal, de le van velem egyeztetve. Nagyjából ez volt az előtörténete a miniszter helyettességemnek 98. december 15-ével. 89. december 15-ével. Tehát gyakorlatilag Antal vagy Kulcsárral, vagy valakivel a MSZN... Vele, ők közöttük személyesen volt egy elég jó viszony, tehát ők ezt közvetlenül egyeztették le. Fölmerül bennem a kérdés, hogy mással is volt esetleg ilyen előzetes megbeszélés, hogy tehát, hogyha teszem azt, 89-ben állunk, akkor még lehetett sejteni, hogy az MDF a választások egyik esélyese. Mi van, hogyha mondjuk valaki más nyer, esetleg más is megkereste önt? Vagy kapcsolatban volt esetleg mondjuk a SZDSZ-es pártszervezetekkel, onnan is esetleg lehet, hogy valaki... Tehát logikailag azt adná magát. Na, nagyon érdekes ez a kérdés, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha visszaemlékszünk ezekre a háromoldalú tárgyalásokra, akik ezen részt vettek, azért volt jó egy néhány alkalom, ahol sok mindenkivel leült. A beszélgetések után volt többször, hogy leültünk sörözni. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ott a politikai szimpátiák, kapcsolódások, hovatartozások, azok azért eléggé világosak voltak, eléggé hamar. Tehát a konkrét kérdés, a konkrét válasz az, hogy ez nem merült föl.